Kiektetek? Tudom, Nem, tudom, tudom. Átbeszéljük, jó, átbeszéljük. Nézzük meg, nézzük meg ezt a bolondos, ezt a bolondos developer update-et. Jó, nézzük. Na ez a május 2024-es developer update, ezt kaptuk, ezzel kell beérjük, ez fog jönni a szünnapi cseppterrel majd együtt. Úgyhogy a. Úgyhogy a 8.00 update, Fripper Large Number of Balance, Shinjin, Quality Life Improvements, így van, ez always, that's just what we'll the public. Igen, ezt, ezt ptb lepítipizni 14-én az új chapter mellett szerintem, vagy hát remélem. Igen, de lehet, hogy csak ez lesz, és nem lesz még új chapter, annak lehet külön PTB-t azt nem tudom. Na figyeljetek, the good guy ugye, a, hogy hívják? Chucky. Szóval a Chucky jönnek az első update-ek, ez egyébként szerintem még annyira nem is vészes. Szóval ez egy picit para lesz szerintem, hogy a HD Ho az 18 szekről csak 12 szek lesz, szóval 12 szekenként power fog menni, ami rohadt idegesítő lesz, ugye? ez gondolom világos mindenkinek. Jó, megváltoztatják azt, ez egy nagyon jó változtatás, hogy nem fog tudni átcsúszni a, a, palett alatt, csak akkor, amikor tud a jobb klikkel elindulsz egy ilyen power a slice and dice fog tudni csak átsúszni a palettákon, aminek semmi értelme nem lesz majd ezektől, ennentől kezdve szerintem legalábbis nagyon-nagyon kevés. De, de, hogyha valakit eltalálsz majd így, hogy átsúsz a palettán, és pif, az ugyanolyan volt, mint hogy átugrasz a palettán, vagy a ablakon is eltalálsz, akit nagyon ritka volt. De ha ezt megcsinálod, akkor biztos, hogy nagyon satisfying kitek lesznek, viszont végre nem lesz az, hogy bemegy a power -be, aztán csak átsúszkál a szaros palettát, és konkrétan meghal. Altál. Ez tök jó, és Nick is the time to take the scamper. Ja igen, szóval gyorsabban, gyorsabban fog át ö, cuppanni alul egy picivel, nem? De hát szinte ez szinte semmi. Ez szinte szerintem, hát és remélem, hogy ez semmi nem lesz. De ja. Vagy lehet, hogy ezt azért csináltak, hogy akkor, akkor gyorsan el tud találni, hogyha bebételed. Például ledobja a palettát, Errejted magad, ő elindul egy irányba, te úgy, mintha arra elmenné, és hirtelen pávőre visszasz, és ha visszafut eléd, akkor azonnal átsúsz, és meg tud ütni. Szerintem így fog ez működni. Szóval vigyázni kell, figyázni kell hogy a testselekre ezzel a csávóval, de szerintem ez egy egész, ez nem egy olyan vészes változtatás. Eléggé, eléggé undorító volt ez a része, hogy állandóan átsúsz, csak a palettán aztán vagy átsúszott a palettán, vagy pávőre, de így is, is meghaltál. Szóval nem igazán volt rá olyan counterplay, ami volt rá counterplay, csak nem olyan, ami nagyon élvez talán ráig és remélem, hogy így mind a két oldallal majd élvezhető lesz a játék. Ez az első ilyen komolyabb változtatás. Odaadom a maszkörét, flashlightom? Nem kell hunor, kösz nekem is nagyon sok van. Szóval, ja. Én csak a popponékem, tényleg, nem kérdezem nagyon, na, majd mindjárt beszélünk róla. Mindjárt beszélünk róla. Na, utána, utána megbeszéljük, hogy mit gondoltok róla a chat. Jó, szia Milán. A DS-e lepődte meg, hogy már is lenne felé. Nem, azt hogy az teljesen legit. Jó, várj mit értek? Ezt nem is olvasztam. olvastam. Igen, szeretek, not possible get some place safe. Is de Aha, time to do check it want to shift the gameplay away from these easy hits. Aha, ez tök jó, ez tök jó. Since the change would affect his tank, we have reduced the cooldown. Aha, oké. Okay. Jó. Na most jön az igazán baszó cucc, a kannibál. Érted? 25 év után nyugdíjba vonult édesapám a DBD-től, és úgy döntöttek, hogy tudod mit, itt az ideje, hogy hozzányúljunk ahhoz a killerhez, aki egy kompletli vicc az egész játékba, aki már egy kicsit játszott a DBD-vel és nem kezdi, az konkrétan fogja a hasát nevetés közbe, miközben a buba elindul felé. Kivéve persze nyilván vannak ezek a nagy gádok, akik, akik szét-szét abjúzolnak mindenkit, de egyikén nagyon le volt maradva, annyira le volt maradva Bubba, hogy az elképesztő a többi kilenhez képest, de végre-végre ő is kap egy kis láncfervarást. Na az első change -e, hogy a sweep duration az 2,5 lesz per token. Ez az, hogy két is fél másodpercig tudsz menni, mielőtt tokent kell váltsál? ha jól értem. Mert ugye három tokennel tudsz menni, de javítsatok, hogy rosszul értem. A másik change, hogy a chainsaw sweep movement speed. Szóval 5,29-en mentél, most 5,35-tel fogsz. Ez nagyon-nagyon-nagyon minimális, nem? Ez szerintetek mennyire lesz? Gondolom az addonokkal lesz ez majd jelentős, nem? Hogyha ilyen addonokat használsz. Szóval gyorsabban fogsz tudni chainsawzni, amúgy szerintem nagyon átszert, szerintem olyan winstreaket fog nyomni a bubával, vagy összeszarod magad. Szóval neki ez biztos, hogy nagyon jó, de szerintem a legfontosabb és a legundorítóbb, és örülök neki, hogy nem csak Blightnál csinálták akkor ezt, hogy a Collision Detection Size-ot azt meg megjavítják, mert emlékeztek, ugye a legendás klipek, amikor a Varga, nevetett és csinálta a klippeket, amikor mindig beakadok bubával. Na az azért van, mert szuper nagy a hitbox a mindenek, és mindenbe beleakad, mikor próbálsz ugye egy kicsit mindgame hogy elfordítod a chainsaw-t, szóval nem tudtál, egyszerűen nem tudtál ilyen kis helyeken, vagy hát tudtál, csak nagyon ügyes kellett, hogy legyél, de ez a kezdőbeknek, vagy a közepeseknek, mint én, akik nem, nem nagy bubagádok, és nem találtak meg, nem tanulták meg az összes momentjét, hogy hol, hogy férsz el, mennyi fér bele, azoknak ez nagyon sokat fog segíteni, úgyhogy nagyon jó game-eket lehet majd csinálni bubával, azt tudni. Ez egyébként nagyon meg fogja változtatni a csészt bubával, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz szerintem. És a tantrum ugye amikor beakadsz, ugye akkor öt szekig ilyen v -v 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 -v, az most már csak három szek lesz, ez is tök jó, hogy nem kell annyit szenvedni, beakadva, még ott -be meg, meg kinevetnek, viszont ez jól messzapolni fogja a, hogy hívják ott, amikor beugrasztod a lockerbe, és tudod, hogy mikor kell kijönni, akik tudják, azok most jól meg fogják szívni, mert nem annyi lesz az idő, nem annyi lesz az idő, hiába tanultad meg, hogy mennyit húz fel buba a csészójával, azt most újra meg kell majd tanulni, újra újra meg kell csinálni. És ehhez méltóan ugye az addonok is változni fognak. Mondja, igen. Igen. Igen, ugyanúgy, be, ja, belevitték a bészkitjébe a legjobb addonjait, ugyanúgy, mint mindenkinek. Most, minden, most ezt csinálják, ez az új metájuk, hogy beleviszik a, a le, a leghasználtabb addonjait az alap killerbe, hogy ne kelljen mindig azt vinni, és akkor, ja, és akkor végre tudsz más addonokkal is játszani. Igen, a Gensz, nem még itt lesz likely to bump into things, így I mean, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert ez nagyon negesítő volt. Nice. Na nézzük a következő Daslinga. Dustlinga. Szóval a so, decrease stun time a survivor breaks free. Egy picivel kevesebb lesz a stun. Ez nem tudom mennyire jó ötlet. Ez nem tudom mennyire jó ötlet, ez majd kiderül. De ezek igazából még szerintem nem vészesek. És van increase real speed. Gyorsabban fog tudni behúzni. Kevesebb lesz a stun, amikor, amikor elszakad a chain. És increase movement speed vagy reloading. Hát nem tudom bro. a is nagyon basszol az a killer szerintem. Nem tudom, nem tudom, ez így is nagyon idegesítő volt, mondjuk ő nekem a mumus killerem, akitől nagyon félek A tudja, hogy ő... Ja, szárnyalni fog Deathslinger, ebben biztos vagyok, szárnyalni fog Deathslinger, nagyon sok Deathslinger lesz és nagyon jól fognak teljesíteni én már jó pinyon, de majd megbeszéljük a végén. Na, Mastermind, na ez az egyik kedvenc változtatásom. Na, végre hányszor magyaráztam, már még videót is csináltam róla, hogy a legundorítóbb, a legundorítóbb tanulós killer mindegy, mindegy, mennyire vagy jó, Survivor, ha eltalál a Pavőrrel Veszker, és tanulózni akar, te onnantól kezdve dead vagy. Egy egybe száz százalék, hogy dead vagy. Ha haverok jönnek, egy kicsit lehet húzni az időt, de száz százalék, hogy le fog tanulozni. na ennek vége. Na, ennek vége, ez az undorító 8%-os hind Red, ez lement négyre. Szóval azt várom, hogy a Skull is a hundred, hundred effektje menjen le, menjen le kevesebbre, mert undorítom mind a kettőt és most már nem 50 lesz, amikor felhúkolnak, nem a feléről fog indulni a power, hanem 1 tól Szóval jó sok idő lesz, mire betelik, hogy, hogy a tanulőzés, hogy a tanulőzésre fordítja a fejét a, 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 ki ez a veszker, akkor az egész gémét el kell, el kell veszítse, hogyha ugye egy survivor vagy, mert most már nem fog leakadályozni. Nem lesz egy ilyen halálos ítélet, ha betelik a power, és lassan is fog betelni. Szóval igazán lesz annyi időt, hogy, hogy ezt, hogy ezt meg, tud, meg, tud, meg tud nyerni a többieknek a gémet, hogyha hogy hatánalözni akar a killer. Na, innentől, ez szerintem eddig én szinte mindennel egyetértek, kivéve a Deathslinger. Szerintem az e? Eh? De majd meglátjuk, majd meglátjuk. Valószínűleg nagyon vad lesz, engem eddig is szétszopottak a Deathslingerek, ezek után is szét fognak, ez nem fog változni. De reméljük, reméljük, hogy a Deathslingerek ezt élvezni fogják, és a survivorok -ok nem fognak annyira kiakadni, szóval ez egy kicsit szerintem e? Eh? De majd meglátjuk, de majd meglátjuk. Na itt vannak a blind change-ek, amire a legtöbben kiakadtak. A két iri addonja, ami az egyetlen fan maradt benne, ami még ilyen fan faktor volt, de kurva erős, ezt ne felejtsd el. Szóval a fánnak fán volt, de iszonyatosan erős volt. Az a két iri addonja, na mind a kettőt lenőrfölték a földig. Szóval ezt már senki nem fogja használni, a Compound 33-at, mert ez a törrét 11%-kal fogja segíteni. Ez igazából, ez, amúgy is szerintem ez a kezdőknek nagyon jó volt. Ezek után talán a kezdők még használni fogják, de szerintem Pro Blight biztos, hogy nem fog ezzel az játszani. Ez a 11% nem kell. Megoldod annélkül is bőven ezeket a dolgokat. Viszont ami nagyon fájó, az a Blight tag, a 20 az egyetlen speed amit kapott még a killer az az ja azt az, az lecsökkentették 10%-ra, ráadásul cserébe csak háromszor tudsz ö, menni, szóval akkor adják vissza az ötöt legalább, hogy akkor öt rásod legyen 10%-kal, három rás 10%-ért senki nem fogja használni, egyáltalán nem éri meg szerintem. Szóval undorító, undorító, viszont ha ezzel kezdték volna a nörföket, azt mondom, hogy bravo behavior, bravo. Hogyha nem kapott volna semmilyen nörföt a Blight, az update nörfökön kívül azt mondom, természetesen nörföljék le, mert tényleg undorítóak ezek az addonok, de annyit baszakodtak ezzel a collision meg annyi szart csináltak, hogy konkrétan lesz and lesz fán. Azt akarják, hogy ne legyen. Clearly nem azt akarják, hogy ne legyen erős, hanem azt akarják, hogy ne legyen fanca szóval a pikréttel van a baj. A pikréttel van a baj, hogy sokan pikkelik. Nem azzal van a baj, hogy STR, er, vagy hogy erős, hanem hogy túl sokan játszanak Blight-tal, és mindent megtesztek azért, hogy minél unalmasabb legyen. Hogy... De tényleg nem azért, hogy kibasszanak veled, csak hogy ne pikkelj blight Természetesen mostantól kezdve, ha nem kilerked van, minden egyes nap blight fogok játszani, már csak azért, is, soha büdös életbe nem fogom -e engedni, nem érdekel mennyire elfelé szarrá, akkor is blightozni fogok, nem tudom, őt élvezem a legjobban, még így is, hogy ezeket a változtatásokat hozzák, de egyébként szerintem ez egy teljesen érthető change, ha a többit nem hozták volna be, legalább a hacktech megmaradt volna, a speedeket akkor nem nörfölték volna le, ugye az sima speed addonjait, és teljesen, teljesen legit lenne, hogy a nagyon crazy addonjait szétszették a francba, a ringet, az a előző iriket, ezeket az iriket, ezeket, ezeknek mind mennie kellett, ez szerintem teljesen Anders mindegy, hogy Blight Main vagy -e, vagy sem, ezekre az addonok, ezek tényleg nagyon strongok -ok voltak. Így már csak ez az egy maradt neki, ami volt ezelőtt, és ráadásul iri volt, ugye? Tehát kurva kevés volt, még nekem is kevés volt belőle, pedig Presti 100 100 killerem. De ezt is, ezt is lenne ölfölék, szóval meglátjuk. Mondom, ez, ez clearly szerintem csak arról szól, hogy ne, ne pikeljenek blight -ot. legalábbis ez a véleményem. Szóval, a ja, szervusz debil, közben be kell titeket. Már elfelejtik most a két addonyát nerfelik, így van. Bubus, update for life, igen, azt szerintem nagyon jó. Azt szerintem egy nagyon jó ötlet volt őt, öt, őt buffolták. For the people, buckle up kombót, meg update előtt kellőképp meg fogom gyászolni. De megértem, hogy belenyúltak, mert nagyon aljas egy kombót volt lenni. Így van, egy nagyon undorító, nagyon fan volt, de egy nagyon undorító kombó volt. És ugye mennie kellett a izének, ahogy hívjáknak, a mi volt a neve? Made for akkor ennek a kombónak is mennie kell. Ennek a kombónak is mennie kell. Hogyha made for this, ö... Hope kombónak mennie kellett, ennek is mennie kell. Mi a helyzet, Debé? Mi a helyzet? A perk tudja, hogy nem az és nem jöksz, hogyha van sérült, vagy sírőd, nem tud egy gyilkos olvasni, és nem a nyomot, ez volt az a level 2, level 5, nem olvas órát, 5 a level 3, nem volt nem volt, Aha. Ja nem hagysz nyomot, nem hallasz nyomot, oké. Okay. Az, hogy tesztek egy addon, nekem nagyon tetszik, nekem is amúgy. Jack Desting lehet ugye a ja, Sia Gamer, korrekt? Az 1 lehetne 20 30, és megértem, hogy 40 lesz, de azon égek ki, hogy előbb nerfelték ezt, mint a jelenlegi Skált. Hát, mert a Skált nem pikkelik szerintem annyian, mint, mint öö, szerintem ez az oka, hogy előbb hozzányúltak ők. Csak a izéket nézik, tudod. A... Minek hívják a statisztikákat, ők csak a statisztikából élnek azt nézik, hogy mit mondanak a statisztikák, és azt mondják a statisztikák, hogy van 5% mit tudom én, Skull Merchant player, nem tudom mennyien volt magasan, benne volt a top 10-ben, nem emlékszem. Viszont Beszker már évek óta benne van a top 10-ben, ugye, szóval gondolom ezért. Nagyon szépen köszönjük a 10-es streaket, ő depressziócska, szia-szia. Durább volt Veszki, mint Skálimo? nem lehet hasít az első skill, Másképp hozzá meg hát semmi. Még mielőtt lerer fedik, ha nem játszottál vele az Iriteg, plusz a Lira Stinge, amikor az első rásra gyorsabb, 25% speed az első lesz, nagyon vicces, hogy milyen gyors. Játszottam vele sokat egyébként. dobbi ez volt a tryhard addon kombó, ezt találtam a legerősebbnek. Ugye a Bump nagyon-nagyon sokat segít az, hogy, hogy, ilyen gyorsan odaérsz, igen, de hát mégis egy idi addon volt, de tényleg valóban én nem, nem akarok ebbe veszekedni, valóban nagyon erős volt, csak ahhoz képest, hogy mennyit nerfelték már Blightot, ez szerintem már túlzás, ez szerintem már túlzás. Szóval akkor vagy az egyik, vagy a másikat, akkor, akkor adják vissza a hákteket legalább, hogy lehessen honcutkodni, meg ilyesmi. Ha már az összes speedet elvették, ha már mindent, mindent elvettek tőle. Szóval konkrétan nem kapott ennél nagyobb nerföt senki, kivéve a spirit. Szóval majdnem, majdnem a DBD történetében a legnagyobb nörfök, amiket Blight kap. De talán lehet, hogy a legnagyobbak. Te, mondjuk nem szerintem Spiritnél nem kapott nagyobbat. De Spirit után ő a leg, legnagyobb, akivel, akivel a legjobban kibasztak. Tehát ahhoz képest, amit nörf kapott, az lószar szerintem mert neki az alappávörébe is belenyúltak, az összes addonjába belenyúltak, és a kulcsfontosságú dolgait is elvették a speedet. Blight, ha Blightot egy, mód, egy, egy szóval kell összefoglalni, akkor look, hát speed, ugye, a speed ennyi, hogyha egy szóval, akkor speed, de look by my speed, ez Blight egyébként, ez Blight, a speed, 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 és mindent elvettek tőle, szóval konkrétan kisemiszték a csávót. Hát ez van, hát ez van, 10 is what 10 is, man. It, is what it is. Veszkert, nem lehet, jaj, ezt olvastam, igen. kell, skill semmi. sem ki legundulj, top killer, blightolt, meg Veszkert nagyon kipécézték a devesek. Ha már sokan pickelik. Igen, egyetértek Jedivel. Én, én is, a pick rate gyanakszom, hogy a pick miatt. Te vagy a legjobb játékos, Benny bro, te vagy már a legjobb. Neked 14 van? Nem kell, nyugodtan tartsd meg, jól fog neked az még jönni. Ez már olyan megtudtam, hogy érte, hogy, le, hogy lehet a legszkillesebb karakterjátékban, de a legpickeltebb akkor neki kell az első nerf. Mondjuk Blight ezen, ezzel volt kontin egyedül játszható, annyira rossz lett irányítani? Ú, igen, ezt nem is tudtam. Ezt nem is tudtam. Nagyon szépen köszi Barbun a negyedik hónapodat. Köszi, köszi. Ezt nem tudom, hogy ennyire rossz lett konzolon, nagyon sajnálom egyébként. pc is nehezebb lett sokkal amúgy. De sajnálom, hogy a konzolon játszhatatlan. Látom, már csak a szaladgás fogják tudni elmenni Blight-tól, vagy van még valami? Hát mit lehetne még tőle elvenni? Adjunk nekik ötleteket? Hát, hogy a speed ennyi, ne 4,6 legyen, hanem 4,4 legyen a basement, a base movement speed azt még meg lehet vele csinálni, hogy még annyira, mert ugye most már nem tudod állandóan használni a power és akkor még lassú is lenni, ugye, hogy ne tud utolérni őket. És ugye a speed adonokat is elvették tőled. Szerintem Blight megérdemelte a nerfet, túl erős volt understandable, hogy te így gondolod. Mondjuk én nem bakalabban nyúltam volna bele, hanem a For the People-t nem volna, hogy ne tudd a killer arcába instant felszedni, hanem lehetett volna egy két-három szekes healing time, mire fel tudod húzni a társad. Egyébként nem rossz ötlet. Benél a második perked? De várjál, ha már a statisztikák, mivel sok a give akkor is neki van a legtöbb kije, ezt mondom. Igen, neki 60 százalékos kije van uh, de nem pikelik, nem pikelik sokan. De így is egy korrekt erős killer volt, nem tudom miért kell még jobban hozzá nyúlni. Ezt, ezt az egyet egyelőre én sem értem. Ebben nem tudok belemagyarázni semmit. A Destingerrel egyetértek vele, hát, hogy szerintem amúgy nagyon decent killer volt. Nem tudom miért, miért buffoltuk most fel. Ez ugyanolyan, mint számomra a Huntress. A Huntress egy nagyon decent killer. Nagyon szeretik, nagyon sokan pikkelik, borzasztó problémás a hitboxa. Nem tudom miért tesszük népszerűbbé, hogy még, még, ez, mint hogyha magukkal akarnának kibaszni, hogy még gyorsabban kell javítani, vagy nem tudom. Vagy mint hogyha plusz munkát kéne maguknak adni, mert nincs elég munka. Kicsit néha ezt érzem. A nevet Try for the Team. Szerintem mindenki lesz kiles, csak kérdés, hogy játszod meg single, ezért a kedvencem balanszpárti vagyok, ezért játszom. Mindenki lennek van a skill faktorja, ez biztos jó, yeah. csak nem mindenkinek annyi, mint mondjuk egy nursenek. Ugye egy nursenek és egy, ö, mit tudom én, trappernek azért elég komoly, elég komoly skill különbségei vannak. Nem tudod annyira, a skill gap az túl nagy, nem tudod annyira kimaxolni az egyiket, mint a másikat. Szóval, ja. oké, okay, te arra gondoltam, hogy a statisztikát nézzünk, Skullák a legtöbb kie, mert nyilván polak a szörvék. Ez, én, ez, én is így értettem, én is ezt mondtam. Köszépen, Géber a 25-ös sztéket, nagyon szépen köszi. Benni jó vagy, Blájta? Köszépen vagy hogy ne tudjon palettát törni, de már más már tényleg nem jut eszembe. Aha, még a páverő, hogy ne tudjon palettát széttörni, igen. De amúgy tuti visszafogják, ne fel, mert update után tele lesz a game, ez 100, -100 év, 10 minimum 6. Egyet értek veled, Blanco, amúgy. Ez még ugye még csak a PTB-re jó, úgyhogy nem kell aggódni, ezt ők még csak így tervezik. Szóval még a PTB még, még elmondhatjuk, elmondhatjuk a véleményünket. szóval egyelőre ne fossunk be, ne fossunk be, de az jó, hogyha megosztátok a véleményeteket, ne csak velem a DVD-sekkel, ugye minél többen PTB-zetek, majd adjatok visszajelzéseket. Aztán meglátjuk, aztán meglátjuk. Aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Na ja, aztán jönnek a toolboxok. -ok. Bárta kellene egy lef, hogy az utolsó rásra misszeszített, akkor giga kap. Koti alá vele játsz, és sokkal nehezebb lett vele flikkel, és mindenbe is beleakadt. 90 elég néz Aha. Sajnálom, sajnálom farát. A PTB mikor jön? 14-én a stream után, a szünnapi stream után, az KBN délután fog kezdődni, szerintem, hogy szokott ilyen 4-5, nem? Majd meglátjuk. Nem tudom, hogy van-e már pontos idő, hogy mikor kezdődik. És utána, hogy vége a streamnek ilyen 6 fele, 5-6 fele, nem tudom, mennyire akarnak hosszú streamet, utána egyből fog nyílni valószínűleg a PTB. Ha minden jól megy, de volt már, hogy elbazták, és csak másnap indult, vagy valamit elrontottak, ha minden minden terszét ad, akkor már aznap este ki tudjuk próbálni a PTB-t. Szerbusz és nem tudom, hogy blankulak köszöntem, de szia Blankó, szia, szia. Köszépen maszatka a streakedet, hát nős, csak úgy játszom. No, pet, no, adom, máshogy nagyon undorító, ha valami egy szintű kapsz. Ha valaki Nourizon kilép, meg kivápol, annak valami büntetésrendszert kéne kitalálni, vagy valami, de lehet ez már csak én gondolom. Na most ez tök jó, hogy felhoztad Balos, szia Bex! Ezt azért akarom felhozni, ez most egy picit 180 fok, szóri srácok, hogy így belezavarok ebbe a patch átbeszélésbe. De nem tudom, hogy mennyire követitek a TCM-et, de a TCM végre rávette magát. Beraktam nektek a Discord a beszélgetőbe, de most nagyon pörögött beszélgető, szóval valószínűleg nem biztos, hogy megtaláljátok. De... De most már rá rávette magát a, t a TCM, hogy kapjanak ők is büntetők. Valamiért nagyon a bünti vannak, de ugye észrejtétek, hogy a TCM-ben mindenki kilépeget a lobbyból, most már ez büntetni fogja a TCM, viszont nem fog szekkelni, mint a DBD-ben, nem merik szekkelni, de azt akarják, hogy jobb élmény legyen a lobby, szóval ez szerintem gyorsabb lobbykat fog eredményezni, hogy nem feltétlenül akarnak majd minden mindenképp kilépni a játékosok a lobbyból, szóval ja... Ez egy tök jó ö, frissítése, csak így ilyen side note, annak, akit érdekel a TCM, ma este is fogunk vele játszani, szóval oda is jönnek, ö, oda is jönnek update-ek, de egyébként annyira ki tudok égni a TCM-en, hallod, 14-e a DBD legnagyobb napja, az egész évben, május 14-e a DBD legnagyobb napja, mit csinál a TCM? Mit csinál a TCM? a, legnagyobb konkurens, aki még életben van, mit csinálnak? 14-én bejelentelek egy ilyen skin, nem tudom, collection vagy update vagy nem tudom én mi, valami skines cuccot. Konkrétan senkit nem érdekel, konkrétan mindenki a DVD-n fog függni, és senki nem fog vele foglalkozni. Szóval nem értem őket, nem értem ezeket a timingjukat. A múltkor is ez volt, hogy a DVD kirakott valami nagyon komoly új gépbódot, erre ők is akkor csinálják a dupla XP-t, meg ilyenek. Hát senki nem fog benni oda. Mindenki a dbd hez fog menni szóval valahogy ezt így be kéne lőniük, hogy tiszteljék a DBD-nek a hatalmát az aszimmetrikus világba, és akkor csinálják, amikor a dbdb laposság van, se de, se semmi, és akkor bum, benyomok egy double XP-t, akkor oda még inkább oda menjenek az emberek. Nem is, hogy esélyt adjanak a játéknak. Na mindegy, nem vagyok developeres, csak ez egy ötlet tőlem. Flicker is Sönnyek, sajka, most bláta a konti, mintha élesebb, élesebben lehetne fordulni, és olyan, mint a duplán, dupla láncsom lenne Pavel Roland is azt nézte. Ezt én PC-n észrevettem, azt nem tudom, hogy mi a helyzet, de PC-n én is észrevettem, hogy nagyon nagyokat lehet láncsolni, nagyon-nagyon keményeket lehet ütni, ja. Meg nagyon keményeket lehet így flickkelni. Sokkal jobbakat, mint eddig. Szerbus, Bexi boy. szerbusz. szerbus. Welcome to Valorant? Kaptam egy napos penöltét? Na hogyha, hogy mit csináltál? Mit csináltál? A perk azt tudja, hogy 60 szekig kerget a gyilkos? Nem, várjál. a perk azt tudja, hogy 60 szekig kerget a gyilkos, akkor kapsz 3 szekre endurance, ez volt a level 2, 5 szekre kapsz endurance, level 3, 7 szekre kapsz endurance, kösz szépen. Gamecrash sem volt kom közben is, ja? Oh. Szerintem valami bünti minden game-be kell, de lehet csak én gondolom így. Mert eddig azzal büntettek, hogy kiléptél 20 percig, nem volt másik meccs. A TCM-ben? Nem, a TCM-ben semmivel nem. Ja, 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 értem, hogy lass volt a lobbi, Ja, értem. Értem, de ja, nem volt, nem volt bünti. Ez a per tényleg tryhard? TCM-et is lehet veled majd menni? Nem a TCM-et, a szólóba játszom. Kilelezni szoktam, ö, mondjuk, vagy szeretek Dobival, meg... Ö, hogy hívják? Vargával, de nem tudom, hogy ráérnek -e. Szóval most szólóban nyomtam a off is, amíg nem valisztam, ugye addig szólóban nyomtam a kilerezést, hogy egy picit kiúztam a perkeket, de még mindig nem az igazi. Még mindig nem az igazi. De nem baj, legalább van 100 killerem, akit alig fogok használni, mert frusztráló, Sajnálom, sajnálom, hogy így szétkúrják a blightot, amúgy szerintem semmi értelme ennek. Inkább a többieket hú... húzták volna fel hozzá. Szerbusz Krisztus, és akkor nem csak én élveztem volna nagyon a Blightot, hanem ők te is nagyon élvezted volna a plégedet, nem? Mert felelősítik, nem? Nem az esti éreket, hanem felhúzzák a többieket oda. Köszép az ötös striket. Af kivágott egy napra, de akkor szerintem nem ez volt az első, hogy kiléptél. Mert a múltkor mi is dodgyoltunk, és kaptunk egy figyelmeztető üzenetet, hogy ilyet ne csinálj. Mert pont utána jött volna játszani valaki. Szóval, ja. Mert játszik majd Red Light, Green Light-ot ma, Szeretnétek? Ma mindenki akarok veletek egy nézői gévet játszani, amiért ugye lehet majd ö, nyerni ö, Discord, Discord manit. Szóval, ja? szóval ja? majd meglátjuk, hogy mit játszunk. Úristen, már egy óra ezt steve ez ezt még semmit nem csináltam, bro. Sok mindent kell átbeszéljük. Na nézzük tovább, srácok. Toolboxes. Szóval increase toolbox, sabotage speed. nagyon jó, most jön a probléma. Na innentől kezdve jön rám a hányinger, Innentől kezdve jön rám a Hininger. Az a szerencsém van, hogy agitation abuser vagyok, de rest in peace egyébként mindenki lennek, aki agitation nélkül játszik. Jó, rest in peace. Szóval a toolbox, szabot és prince, akköz most a, leg, a, legtöbb toolboxnak gyorsabb lesz a, sabotálása, szabotálása. Hurrá, erre amúgy tényleg szükség volt. Szóval increase effects, a szabotás, igen, az adonok is gyorsabbak lesznek. Szóval ilyen hát iszonyat gyorsan lehet majd szabotálni, de várjál, ez önmagában nem probléma, mindjárt jön a problémás része. Szóval so ott a közel repair item, mint ez fine, those, again, jó, hogy igen, mindenki csak ezére használja, ugye, gyerrásra, és akkor így nem gyerrásra fogják használni, hanem hogy szarra abizolják a killereket, akik aci ag agitation nélkül játszanak. Szóval so, this episode future changes the action strong as the most setting perks to face. És most jönnek a perkek. Na most figyelj, na most jönnek a problémák szerintem, véleményem szerint. Deadlock. fölé a deadlockot, igazából 5 szekkel, azt meglátod ezt, jó, tudod mit? Persze egy olyan perk, amire minden be lehet számítani. Nincs az becsor, ne segítenek neked a deadlock. Egy kezdőtől profiig mindenki támaszkodhat rá. Nem para, nem para, ő magába szekkel nem vészes. Bum! Erre meglátsz egy ilyet, background player, a legundorítóbb, a legundorító perk az egész játékban, a leg szar az egészben, figyelj, 200 ról leviszik 150-re, wow! Hát ez hatalmas, Ele, eleve is ez kellett legyen, hurrá, az a 150 az egy spinburst százalék, úgyhogy igazából kurva gyors még így is, és hallott lecsökkentik 20-ra, lecsökkentik 20, 20 re amikor exhaust vagy. Szóval konkrétan folyamatosan mindenki flashbang szívvel fog rohangálni, eddig is ezt csinálták egy bizonyos MMR felett, ráadásul még izélni is tudnak. Szóval a olyan gyorsan le fogja tudni szedni a, hogy hívják ott, a, mi ez? a húkokat, hogyha felnézel a flashbang elől, mire már ütnél, már leesett, már lejött, már lejött a izé. Szóval konkrétan nem lesz rá, nem lesz rá counterplay. Hát ennek nagyon örülök. Erre nagyon kíváncsi leszek egyébként a PTB-n, eszéljük abuzolni, ez annyira undorító, hogy ilyet el sem tudnám neked mondani. Szóval ez szuper undorító, ezt a background player, ez át kéne reverkölni az egészet a francba. Annyira idegesítő szerintem, hogy hiába fordulsz el a flashbangtől, hiába fordulsz el a flashlightoktól, hallod? Konkrétan, amennyi flashbang meg flashlight szévet kaptam, nem kaptam ennyit 6 éven keresztül, mint ebbe a mondjuk ebbe a két évben, mióta a Background Player. Egy, két éve már van, nem? Szóval konkrétan unorító, unorító, nagyon utálom ezt a perket, nagyon utálom. Utána akkor lenőrfölik a, figyelj, szóval nem elég, hogy lenőrfölték a deadlockot, lenőföllik a gim embrace is, mondjuk két szekkel, nem tudom ez mennyi, de azért hogy minden egy kicsit gyengébb lesz. De azt mondom, hogy tudod mit? Túl nagy meta grim, le, nem mindenki le lesz hozzá. Rendben van, rendben van. A deadlockot nem értem meg, de nem, ezt megértem. A DS az száz százalékig érthető, ezt mindenki tudta már az elején. Három szek az semmire nem elég, öt szek az túl sok, a gyenge kilereknek a négy az egy tökéletes change, ezt már, ezt már a PTB mondták nekik, hogy legyen négy szek. most jutottak hogy akkor legyen négyszeg. Szerintem ez egy jó döntés, de igazából hogy legyünk őszinték. Blight ellen mit fog érni ez a négyszeg? Ugyanannyit, mint az öt szeg. Nurse ellen mit fog érni a négyszeg? Ugyanannyit, mint az öt szeg. Szóval igazából az, a, az erős kilereket ez nem fogja meghatni. A gyenge kilereknek egy kicsit jobb lesz, egy, mondjuk egy, mit tudom én, egy mondjuk neki is elég száll, ez mondjuk egy, hogy hívjáknak egy ő, trappernek mondjuk egy kicsivel azért felüdül, felüdül, hogy nem ötszek, hanem csak négy, de igazából ez kellett, viszont nem egy olyan nagy változtatás, mondjuk minor update-nek is írták be, valóban az. Na, pap goes a weasel. Szóval onnan kezdtük a papot, hogy 30% volt, ugye, vagy 25, a nagyon régi, de nem úgy, hogy most, mindig annyit rakott bele, szóval nem a, nem a progress-től függött. Ugye, aztán lenőrfölték ezt, hogy, hogy 20%-ra, hogy a progressztől függjön, aztán felbáfolták 30%-ra, hogy a progressztől függjön, és most, most lerőrfelik újra 20%-ra, hogy progressztől függjön. Ezt se értem egyébként. Igen. Mi pubgözde is proven to be very strong, and the conditions to activate it aren't very difficult. The better reflex of how the comes into play, we have reduced the strength of this irrigation pack. Még valahol megértem egyébként a magyarázattal, de nem tudom, nem tudom, bro. De még mindig nincs probléma, még mindig nincs probléma, mert azt mondom, hogy jó, csökkentsük ezeket a dolgokat, csökkentsük ezeket a dolgokat, mert mert nem mindig csak a gen szó legyen. Jó, persze, persze, buckle up. Na, a buckle up az nekem nagyon tetszik. Szóval elvették ezt az endurance effektet, nem lesz az, hogy for the people, szóval nem lesz, nem lesz for the people kombója, viszont, ha felszednek, ugye, mert ez miért van? Azért, hogy a, a szlág ellen segítsen. Ha felszednek, azonnal kapsz egy 150%-os movement speed-et ötszekre, ami a mostani... Még ötszek a izé, az adra, 150%-kal, vagy bár az a régi volt. Mit ilyen adra speed, egy mostani adra, nem? És nem leszel tőle exo, szóval utána még ki is tudsz dethardolni, hogy akarsz. Ez a legjobb, legjobb perk update most, nem? Ezek közül a perkek közül, nem mit gondoltok. Az adra, hát akkor a régi adra, ha. Szóval a régi adra speedet megkapod, és még nem is leszel exo, és még bele tudsz mondjuk dethardolni, meg ilyenek. Szóval ez a legjobb, amit valaha láttam, hogy hozzányúlnak, hozzányúlnak egy perkhez, mert megszüntették ezt az undorító izit, ez meg viszont nagyon undorító, de a slag ellen. Szóval konkrétan ez csak a slag ellen fog tudni használni. Szóval szerintem ez egy szuper, szuper jó, hogy a For the people -e nem tud kombózni, vagy se tud, csak nem úgy, szóval aki For the people -ezik, az meghal cserébe, szóval tud, tud trédelni a killer, szóval mind a két szájtól ezt amúgy nagyon-nagyon erősnek érzem. Felveszi kap 155 ötszekre és elspinbörszözik, az közben megy a kettő balos, de szerintem nem adódik össze a speed, nem lesz 300% igaz? Nem lesz 300 a speed, szerintem nem stack a speed. A stackel akkor lehet, hogy... nem, mert a, mert a background player el se stack -el a, stack a spinburst, nem? Szvaja, szvaja. Úgy értem, hogy az arcába speed, és még elnyomja utána? Nem, hogy, hogy nyomja el utána? A Spinburst az nem, go, nem gomnyomásos. Szóval nem tudom. Sosem szekeltek a speedek, én is így tudom. Szóval ja, az, az, az felesleges, hogyha felkelsz a földről és van speedburst, az nem érződik. Csak, csak a bakolap fog érződni, hogy öt szekre kapod a izét. És zzz, nem leszel exhausted? De hát, hogyha elkezdesz futni, akkor igen, csak ettől a perktől nem leszel exhausted. De a sprint van, akkor exhausted leszel, mert annak, annak az, aki az, az azt csinálja. Szóval nem megvárja még ez a perk lejár szerintem, csak ettől nem leszel exhaust. Szóval a hát ez az egy jó kombó lesz vele, vagy egy, vagy egy, vagy egy balance landing, vagy egy light, ezek a dolgok, hogy, hogy nagyon el tudjál menekülni. Attól az ériától, ahol ugye, ahol, ahol a probléma van, ahol, ahol megy a, ahol megy a szlágolás. Egy éve? Egy éve van benne? 25-re emlékszel? Most egy popolyan, mint az egy éve, az egy éve rakták 30-ra. Hogy vagyok, sziasztó, jól vagyok, kösz szépen. De ez nem kozol exhaust illet? Nem, de ad, a, a spin burst, igen. Szerintem, szerintem az ad, egyből exhaust leszel. Szaladj már el 500%-a egy blight elől, hagyjuk bullshit. Tehát egy perket lehet használni. Igen, de az azonnal, szerintem nem értitek, hogy én mit mondok. Vagy a light, a light az működhet, igen. Szerintem, 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 értitek, amit mondok? Értitek, amit mondok, vagy nem? Szóval, szóval ez, ez nem, 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 egy ilyen buborék, amiben nem jöhet be az exhaust, hanem attól függetlenül a többi perket az exhaust tesz. Csak ez, hogyha mondjuk nem lenne át semmi más, csak ez, akkor nem lennél exhaust tőle. De az a lényeg, kapsz egy buckle speed boost, és utána mehet egy sprint vagy light. De nem, tudsz, nem tudsz sprint burst utána, mert exhaust leszel a sprint burst közbe. Szóval elhasználod a sprint burst feleslegesen, és ugyanúgy 150%-kal fogsz futni 5 szekig, és már exhaust leszel. Érted, hogy mit mondok? Mikor lesz a PTB? Kedden. Kedden. Ha ez nem így működik, a PTB után biztos, hogy így fog működni. Na, a pénz is nörfölik. Szóval nörvölték a Popgazda vízölt, a grimet, a deadlockot, hát a legnépszerűbb genszlókat. És a, a Szóval mostantól 20%, 20 lesz 25 helyet. Ez hatalmas. Ez szerintem ez a legnagyobb nörf. Eleve már csak 4 tokenje van. Szóval, ja, azt mondják, hogy akkor ennek mennie kell, mert mindenki ezzel játszik. Na figyelj, azt mondom, hogy tudod mit? Igazatok van. Deadlock, Grim, Pop és Pérez. Ezeket nörföljük le, ezeket nörföljük le. Ezeket nörföljük le, mert unalmas a Jenssló. Jó, igazatok van. Akkor kezdjünk valamit a Jerrassal, hogy ne azzal foglalkozzanak a, 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 a survivorok. -ok. Igazad van, Feri, ez egy nagyon jó ötlet. Mit csináljunk a gyerrással nem tudom, legyen egy picit hosszabb idő a cseneket megszerelni? Ne, nah, ne. Nah. mit tudom én, nőfők le azokat a perkeket, amivel gyorsabban lehet genezni? És sokan hozzá. Ne, nah, ne. Nah. It's fine, it's fine. Jó, de akkor mit csináljunk? Megvan tesó. Nézzük meg. Nézzük meg, hogy melyik az a perk, amit kevesen használnak. Jó, mit mondanak a statisztikák? Hát figyelj, Feri, nekem azt mondják itt a statisztikák, hogy a Waving Spider-t csak 15%-ban használják az összes gémen, mert túl sok a izé. Túl sok a, hogy hívják? A, a, amit elvárunk, hogy megcsinálják. Túl sok időbe telik. Jó, hallod? Akkor nörföljük le, Geci, 60 szekre. Igazad van, igazad van. nörföljük az összes genszlót. Ez az, ez az. Bravo, bravo. És a 120 szekkel szucot felezzük meg. Felezzük meg. Szóval menjen le 60 szekre a szörvi a basementbe. Csinálja meg a Waving Spiders-t. És legyen minden gemben egy benyú part. Igazad van, igazad van. Jó. Let's go, let's go, jó, jó, és akkor legyen minél, minél gyorsabban legyenek kész a csenek, minden killernek az összes gesztóját nörföljük le, és aztán csodálkozzunk, hogy de mi bajuk van a killereknek, ezt nem értem, de nem értem, mi baj van a killer playereknek, amúgy, miért játszik mindenki blight -től? amúgy annyira unalmas, annyira unalmas, miért játszik mindenki Blight-tal, Nörszel, Veszkerrel, nem értem, miért nem játszik senki trappörrel, ja, hogy miért nem játszik senki trapperrel? azért kérlek szépen, mert amíg felszetepolja a trapjeit, Addig te lemégsz a basement, de egy percig, egy percet elvésztel a killer, hogy a lerakja, minden gemben van egy brand new part, és megnyerték a Survivorok -ok 5 percen később a gémet. Szerinted mi lehet a probléma, Feri, ezzel? Hm? Mi lehet a probléma? Szerinted ez így rendben van? Hallod, nem tudom hány éve védem a deveseket, nem tudom hány éve védem a deveseket, de ezt már nem tudom hova rakni. Az egyetlen magyarázat, az egyetlen magyarázat, amivel megnyugtattam magam, az az volt, hogy az új killernek valami olyan komoly genslója lesz, hogy nem szabad, hogy kombózzon ezekkel a genslókkal. Vagy különben semmi értelme nincsen, vagy valami az új killernek a perke a basementben, mivel dungeon tudod, dungeon, ezért tudod, lent a basement, kind of dungeon, ott, de, ott valami lesz, hogyha valaki belép a basementbe, onnan, hogyha valaki egyszer nem vagy a basementbe, onnantól kezdve 400 a lassabban csinálja a geneket, mert nem tudom, mert, mert ráraktuk a dungeon átkát a killerrel, és akkor abban a pillanat, akkor, akkor el tudom, szóval ez valami a jövőre kell mutasson ez az update, mert a jelenre ez az update a legszarabb update, amit valaha láttam, a brightos után, szóval ez mi? Konkrétan mindent lenőrfölnek, felerősítik a backgroundot, ami undorító, ami tényleg undorító. Itt az eleje hogy egész rendben volt szerintem a killer oldala, egészen, nem amúgy a killerek szinte mindenhol rendben van. A Tetslinger talán az, ami ez nagyon jó, ez nagyon jó, a Blighték itt elmegy, igazából nem a világ vége, a Mastermind az nagyon kellett, a Slingert nem értem, a Cannibal azt szerintem nagyon a Good Guy szerintem, átsz, majd meglátjuk, a Cannibal abban szinte 100%-ig, 99%-ra biztos vagyok, hogy, hogy lesz. A toolbox update, nem tudom, ezzel a backgrounddal, úristen, de ki fognak égni az emberek, annyi frusztrációt fog okozni, annyira feleslegesen. A grimmet amúgy meg tudom érteni, mert tényleg nagyon meta, a deadlockot azt nem tudom megérteni, mert a kezdők is imádják. A DS az teljesen rendben van szerintem, ez eleve így kellett valaki ilyen, A, pop, a pop az, hát nem tudom, bro. I don't know about that, I don't know about that. A bakalap az nagyon eltalálták, ez a legjobb update lett ebbe. A pér ez az, már szarán elfölték, de tényleg mindenki azzal játszik, szóval nem tudom, de ez, ezt tesső, ezt, ezt nem tudom megmagyarázni. Ezt az update ezt nem tudom megmagyarázni. Hú, igen, és ugye kevesebb, lassabban fog visszavenni, de mivel csak 60 szek, ezért ez nem olyan vészes. Mert ugye 120 szekből ment 20 charge de most 60 szegből megy egy charge szóval igazából. It is what it is. Engem ilyen És gondol, bele, hogy ez 60 szeg, ha egyedül csinálod. Igaz? Ez 60 szeg, hogyha egyedül csinálod. Gondol, bele, hogyha van még egy társad, aki ilyen van. Mi van? 30 szeg, tesó? Lemennek 30 szegre? 30 szeg, püh! Megvan, oké. Okay. Egy valaki broken, megvan az összes ember a brand new part. Szétadom, amúgy. Jó ötlet, igen, jó ötlet volt, sőt. Megcsinálták. Lesz videó, mert nem tudok semmit a változtatásokról. Akkor hogy ezt feltehetjük, feltehetjük YouTube-ra, hogyha szeretnétek, hogy kirégyek. Pedig soha nem régyeltem ezekre a izékre. Mindig olyan aranyos voltam. Mindig mondtam, várjuk meg a PT-bit, várjuk meg a pt, meg a PT de most már úgy kiégetnek a devesek amúgy. Rájtam, Rájöttem, hogy előbb-utóbb minden, minden content kreatornak ez lesz a, ez lesz a veszte. Ottson is mindig izéltem, hogy miért lett ilyen rinyálás, és már magamon is látom, hogy belőlem is, belőlem is üzeled ezt, mint Ozzarvába, hogy ilyen szuper pozitív csávó, ami minden, mindennek örült, minden támogatott, mindig kiállt a devesek mellé, nézd meg, ott a 90%-a videójának rinyálás. És azt attól félek, hogy én is ezen az úton vagyok, én is ezen az úton vagyok, de tényleg annyira, annyira tartom ezt az egészet. Ami még jó egyébként a borgó, ennek nagyon örülök, mennyire baszon néz már ki. A borgóz mit szóltok, chat? Elveszik végre ezt a szaros piros szarságot belőle, hála Istennek, de hallod, vágod, mióta rinyáltak az emberek? Amúgy ezt ezt, amúgy ezt sem értem, erre is van kritikám, ne aggódjál. Ezt sem értem, kijött a borgó, konkrétan megvakult mindenki, és úgy volt, vele, hogy baj neked, hát, miért nem, miért nem, miért nem, veszük le ezt a piros ízét, nem látszik semmi. Aztán eltelt egy fél év, megszoktuk. Hány embert hallasz, hogy, 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 hogy panaszkodik a borgó miatt? Nulla. Konkrétan senki, mindenki megszokta, és így erőlteted meg fáj a szemednek, de megszoktad, és már én is látom az kilcsekeket, már nem zavarnak össze a tüzek a házhoz. Emlékszek, emlékeztek az elején? Megláttam egy égő házat, és azt hittem, hogy azok scratch márkok is oda mentem. De már mindenki megszokta. Jó, megszokta mindenki? Jó, akkor változtassuk meg, akkor változtassuk meg. Ezt miért nem lehetett megcsinálni, hogy három hónappal ezelőtt, vagy egy fél évvel ezelőtt, nem? Amikor, amikor nagyon nagy probléma volt, és senki nem szokta meg. Miért szoktatják meg az emberekkel, aztán változtatják meg? Nem értem. Nem értem. De örülök neki, mert amúgy ez sok embernek nagyon jót fog tenni a személynek, és sokkal horrorisztikusabb, nem? Már ebből a képből nekem nagyon adja a hangulata a borgol, aki nagyon baszó. Ez a kihalt falu, tudod, éjszaka, nagyon, nagyon adja, ez sokkal DVD-sebb szerintem, mint ezek. Ezek a világos mappok azt hiszem, hogy jó ötletek lesznek, és nagyon adták, de rá kellett jöjjek, hogy egyébként a kormapokat is megutáltam, és az ilyen világos mappokat már nem szeretem, nem adja meg azt a jó feelinget, mint a sötét mappok. Valahogy annyira, annyira satisfying ez a DBD sötét map, hogy nem tudok betelni vele. Hiába van már, már 40 mapunk nem tudok betelni ezzel a sötéttel. Idegesítenek már a világos mappok, pedig régen azt mondtam, hogy tök jó lesz, hogy ilyen más fénye lesz, meg változatosság, meg minden, de konkrétan a sötét mappok adják mindig a legjobban. Szóval én nem adom, csak nem vágom, hogy miért pont most. De egyébként ez egy, ez egy nem egy rossz változtatás. A PTB az 14-én lesz, így van. A PTB 14-én lesz. De az a lényeg, hogy kapsz egy bakolab speed boost, utána mehet egy sprint burst, vagy light, nem, ez nem működik így, ez nem működik így szerintem. Mikor a gyürkös 5 méteret között van, akkor kapsz 3-szekig speedet, ez volt a level 1, level 2, 4-szekig kapsz 152 speedet, és level 3 154 speedet? Aha. Ha elkezdek futni a sprint miatt, egyben megkapod a kifadást, szerintem is. Szerintem is. Gyilelek gyengébbek voltak, mint a szörnyű genek terén? Szóval szerinted, szerinted a killerek... Vagy ez hogy érted pontosan, kegyó? Én nem erősítenek semmi perket. Aha, ezt mondom, lehet, hogy a, mondom, ez lehet, hogy a 11 én meg hogy az új killerek valami olyan perké lesznek, ami túl jól kombózik a Jenszlóval. Csak ezt tudom elfogadni amúgy. Ez az egyetlen, amit el tudok fogadni, hogy ez egy ilyen előre előre kitalált dolog, ugye? Hogy ők már a, a jövőben gondolkodnak, vagy a jövőben jönnek olyan perkek, ami nagyon baszó lesz. Mert amúgy sem ért, értelme, azt tudti. Pontosan ma volt egy Hunters meccs, ami a Maukán nem volt húkom, Gerrard Bildek sem voltak bent, és öt gen súgy kimentek elképesztő, megmagyarázhatatlan. Aha, és most ez még gyorsabb lesz majd. Lehet, ez úgy kilép majd valami baszom, mert a Jens perket. És e ezen gondolkodok, Botka egyébként, igen. Hát nekem meg Suli, és akkor meg házidog a szerdán. A második perke neve, get the fuck out of here. Minek ne függ le a genszlókat? Vegyük ki, senkinek nem kell. Én adom, hogyha elszvicsel a meta amúgy a genslow-ról, de akkor nem menjenek annyira nagyon gyorsan csenek. Hát érted, blight játszom, az egy legerősebb killerrel. És konkrétan már mindenki szenved, már mindenki szenved a genslow-tól. Régen, régen csak a kezdők, ma már mindenki, már annyira gyorsak a genek, már annyira mindenki csak a geneken ül, annyira frusztráló lehet killerezni, szinte mindenkinek. És mostanában, mostanában, volt egy pár hónap, amíg úgy játszottam, hogy tudod, mit csak csillezek, nem érdekel, de annyira frusztráltá tett a játék, hogyha csak csillezek, hogy muszáj vagyok, muszáj vagyok kiabizolni a hibákat, muszáj vagyok, muszáj vagyok a játszani, mert, mert, nagyon rosszul érzem magam. Nem feltétlenül attól, hogy kikaptam, hanem attól, amit kapok utána. Tudod, túl sok, túl sokat kaptam már. Már lassan azért, mert mit mindjárt, mindjárt, mindjárt 8 óránál vagyok, egy idő után én mindenki besokkal. És már túl sok volt, már túl sok volt ez a T-bag, túl sok volt ez az endgame csete, hogy baszogatnak, és már, már én is úgy játszom, hogy tudod, mit akkor kiabizolva a hibákat. Igen, ott hi a alatt, meghalsz. Meghalsz, tesó. És ez nem kell, nem kell, mit tudom én, vízrik vagy ilyenek, csak el akarod kerülni ezt a rossz érzést, mert eleged van. És hányszor esett meg, biztos veletek is sokszor, hogy full aranyosan játszom, direkt életbe hagyom, nyernek, és a végén beérjek, hogy dogshit szar, 100, száz, meg így kutya vagy, úgy kutya vagy. Tudod, egyszer nem számít, kétszer nem számít, 15 ezerszer szer, 8 óra alatt már azért zavar és úgy vagy vele, hogy tudod, mit, akkor minek játszok így, érted? Ha még nem is örül neki, ha nem is örül neki, hogy kiengedtem, meg úgy játszottam, hogy ki tudja jutni, tehát nem engedtem ki, csak tudod, megadtam az esélyt, hogy menjen tovább a játék. Ha nem örül neki, ha nem tiszteli ezt, akkor minek csinálnám ezt, érted? Hogy arcba köpnek utána, érted? Minek lennék normális, ha utána hasba rúgnak, Nem, akkor inkább, akkor inkább érugom ki az ő lábát, aztán lesz, ami lesz. Nem, beírom neki egy GG, aztán megyek tovább. Legalábbis így látom. Kapásból három perket tudok mondani, hogy a ruin lehetne 107, 100, az EU, eru, -e. Gondolom, ide option. 10 20, a kop 100 150. Már is lehetett valami kicsit változtatást csinálni, így viszont mindenki csak erősebb királyokkal fog menni, meg szemetebb módon játszik, mert gyárasolni fognak. Jaj, egy csomó gyárást kapok, nem, hogy még ez lesz. Ja, tudja, hogy sokkal több lesz a tunnel, sokkal több lesz a slag. Úgyhogy ja, még jobban ki fognak égni a killerek és a survivorok ezzel a challenge-el. Kivéve, hogyha az új, ez a Vecna killer, vagy ez a dnd chapter nem hoz be nekünk valami extrát, valami nagyon jó dolgot, akkor tudja, hogy nagyon-nagyon nagy baj lesz. Medium update? Hex fuck off, Jen Valami, valami ilyesmi kell, hogy legyen. Ki az egészszer? Én csak ezen a végén, amúgy voltak benne nagyon jók, meg ugye itt ez, ez nem is izgat, hogy egyre több item van, és akkor le fogja neked írni, hogy mit csinálsz, amit felveszel. Meg ugye, hogy jön a szüli nap. Ja, már lehet tudni, hogy 11 éjjel. A, oh. Akkor már lehet tudni, mikor kezdődik. Ez mennyi? Ez 5-4 óra, nem? Vagy 5 óra? Ma meg kell nézzem. És akkor, akkor már tudjuk, hogy mikor kezdődik. Jó, ezt nem tudtam, hogy már tudjuk. Na ennyi volt igazából. Itt megmondom annyi, hogy akkor az emp t Vagy amit felszedsz, hogy már egyre több ilyen itten van, szóval látni fogod, hogy mit veszel fel. Meg ugye ennek a mapnak a riverki Ennyi. Ennyi volt a, az update. De majd mondjátok el ti a kommentekben, hogy mit gondoltok róla, vagy szerintetek milyen ez az update hogy szerintetek jó irányba halad -e a DBD, vagy hogy számíthatunk-e valami, valami ők, az a hogy, hogy szerintem ők előre dolgoznak, előre dolgoznak ezzel a dologgal, szóval valamit, valamit ők a jövőre, jövőre mert ez így a mostani rendszerben ennek sem értelme, szóval ők tudják, az hogy nekik sokkal több információjuk van, mint nekünk, úgyhogy először, először ők tudják jobban megítélni, aztán mi, szóval ők mindig jobban látják szerintem, mint mi, hát kíváncsian várom a PTB-t, kedden, szém, itt twitch -en együtt fogjuk nézni, és együtt megyünk piti-bizni, -piti, megnézzük, hogy mi a helyzet, meg hogy milyen, milyen killerekkel, vagy milyen perkekkel jön az új killer, vagy killerek esetleg, a többet kapunk, és akkor kiderül minden. Ez kedden, kedden minden kiderül. Úgyhogy, a kedden minden kiderül.